A program keretében a diákok elsőként egy médiaképzésen vettek részt, amikor is az újságírás alapjaival és a filmkészítéssel ismerkedtek meg. A kurzust a korábbi félegyházi mozi épületében tartották meg, így a diákok a bejárás alkalmával megismerhették a mozi működését is. Rengeteg mindent tanultunk, úgyhogy ezt most így nehéz is lenne összefoglalni, és szerintem nagyon hasznos volt. Az volt a feladatunk, hogy három csapatra osztottak minket, és egy videót kellett készítenünk a moziban. Ezek a fiatalok, vagyis mi egyre tevékenyebbek vagyunk, főleg, hogy ugye kapunk ugye hátulra a támogatást, mert egyedül ezt nem lehetne szerintem. A Natura Hungarica Alapítvány 2001-ben jött létre. Korábban több környezetvédelemmel kapcsolatos projektben vállalt szerepet, emellett ifjúságsegítéssel is foglalkozik. Úgy indult az egész, hogy volt egy maroknyi kis csapat, fiatal, összeültünk, hogy mit szeretnének csinálni, milyen ifjúsági kezdeményezést valósítsunk meg. És akkor ők kitalálták, hogy szeretnének valami olyan képzésekre járni, ami tényleg hasznos. Így ezért megírtuk a pályázatba, hogy önismereti tréningre, projektmenedzsment tréningre és kommunikációs tréninget fognak részt venni. Kárpáti Rita, a Natura Hungarica Alapítvány projektmenedzsere elmondta, a programban résztvevő diákok tavasszal egy parkot is megszépítenek, információs táblákkal látják el, míg a télen a fiataloknak szóló flashmobot, figyelemfelkeltő szervezett csoportosulást hoznak létre egy kitalált témában. A program lényege, hogy a diákok a projekt minden fázisában részt vegyenek, így kérelmeket kell írniuk és adott esetben el kell menniük tárgyalni is. A tanultakat és a tapasztalatokat tavasszal osztályfőnöki órák keretében mutatják be diáktársaiknak.